Kisszékelyben sokan fogadták el a település önkormányzatának meghívását a polgármesteri hivatal ünnepélyes átadójára. Az épület két pályázati forrás igénybevételével újulhatott meg, kívül belül egyaránt. Hát nagyon örülünk annak, hogy két olyan épület újult meg az idei évben, amely már 100 éve épültek, és azóta jelentősebb átalakításon, felújításon nem estek keresztül. Úgyhogy mindenképpen örülünk annak, hogy sikerült olyan pályázatokat elnyernünk, ami erre forrás nyújtott. Az egyik az a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program volt, ez egy 2018-as pályázat volt, és tavaly évben kezdődtek el a munkák a tavasszal, és egy közel másfél éves munkálatok folytak itt. És hát ebből a pályázatból valósult meg a polgármesteri hivatalnak és a régi óvodaépületnek a hőszigetelése, a nyilászárók cseréje, az akadálymentesítés, amelyben a vizes blokkok felújultak, és a parkolás megoldódott az épület mellett, és egy napelemes rendszer került az épületnek a tetejére. És az volt a szerencsénk, hogy egy 2020-as Magyar Falu programban a faluházak felújítása felhívás megjelent. Ez a forrás biztosított lehetőséget azon munkák elvégzésére, amik a topos forrásból nem valósulhattak meg. A tető megújulhatott a polgármesteri hivatalon, a villanyszerelési munkák, tehát az egész hálózat újra lett húzva, vagy felújítva, és az irodában a belső ajzatok megújultak, és nagyon szép új bútorokat vettünk, úgyhogy nagyon szépek lettek az irodák, és hát ezzel teljesen a munkakörülmények is az itt dolgozóknak jelentősen javultak, és tényleg egy mai kornak megfelelő szolgáltatóhely lett, egy ügyintézési hely lett ez, és hát természetesen a lakosság is biztosan nagyon örül ennek, hogyha ide bejön, akkor kultúrált környezetben tudja az ügyeit intézni, hiszen ez az épület, ez nagyon sok ügyet bonyolít le, nem csak a hivatali ügyek tartoznak ide, vagy azoknak a helye ez, hanem az orvosi rendelő is itt van ebben az épületben, és különböző ügyfélszolgálatok itt nyújtanak elérési lehetőséget. A kívülről is látványos változásokon átesett épület hátsó részében valósult meg az ünnepélyes átadó, aminek a későbbiekben funkciója lesz. Az épületnek a hátsó traktusában van egy, hát régen mi tanácsteremnek nevezték, mert régen ott valójában is ott szoktak ilyen tanácskozások történni. Aztán a korábbi években már a közmunkaprogramban már kialakítottunk ott egy ilyen kis étkezőhelyet a dolgozóknak, és hát ez így, hogy úgy felújításra került, ez valóban alkalmas arra, hogy akár egy kis megbeszélés lehessen ott tartani, de ugyanakkor pedig egy ilyen kisebb létszámú étkezésekre is lehetőséget nyújt, úgy a dolgozóknak, vagy pedig kívülről, hogyha valaki igényli azt, hogy szeretne leülni valakivel tárgyalni, akkor erre is teljesen megfelelő. Vagy most például, hogy esett az eső az átadón, akkor most oda kellett, hogy behúzódjuk. Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, Süli János elmondta, választókerületében számos hivatal és oktatási intézmény újult meg a közelmúltban. Azt is hangsúlyozta, ha hogy forrás adódik, a település bekötő útjának állapotán is változtatnak. Az elmúlt időszakban sok forrást tudtunk juttatni a vidéknek, bízunk benne, hogy a közel jövőben is ezt tudjuk folytatni. Most ugye nem egyszerű a helyzet, hisz minden nap változnak a feltételek. Jó volna, hogy a háború, amit elítélünk, az lehető leghamarabb befejeződne. Az elmúlt évek arra adtak, hogy lehetőséget, hogy fiatalok tömegével költöztek ki kis településekre, ott otthon felújításokba kezdtek, úgyhogy bízunk benne, hogy lehető legrövidebb idő alatt ez vissza fog állni. Az elmúlt pár évben annyi forrás érkezett, ami előtte 50 évig nem. Ugye ezek az épületek is elhangzott, hogy 30-ban, 39-ben az óvoda, akkor a községháza is, ugye 29-30-as években lett utoljára érdembe hozzányúlva, azóta kisebb karbantartások, átalakítások, de ez jellemző sok településen. Hát sok utat megújítottunk a régióba, alapvetően a paksi ráhordás, hogy a
erőmépítés kapcsán minél több környékbeli településre tudjunk odavinni munkavállalókat. Ezért az utak felújítása megtörtént. Egy pár út felújítása maradt még el a programból. Ebbe a itteni bekötő út is ugye tervbe szerepel. Az 1900-as évek elején épült épület múltjáról Csepregi Ferenc tartott tájékoztatást a megjelenteknek. Ez az épület, ez közel 100 éve tölti be ezt a funkciót. Az átépítés apropóján kértek fel arra, hogy próbáljam kideríteni, hogy mi is volt ezeknek a községházának, vagy községházaknak a története. És erről az épületről azt kell tudni, hogy 1920-as években kocsmának épült. Egy helyi vállalkozó építette egy szép új kocsmát, majd nehéz anyagi helyzetbe került, és felajánlotta a cserét. Ez a régi kocsikháza, ez a mostani plébánia hivatal, vagy mai nevén könyvtár mellett volt az 1700-as évektől az 1920-as évekig, mint községháza. Érdekes, hogy abban a községházában 1714 és 16 között megyegyüléseket tartottak, mert a megyében nem volt olyan, kevés olyan település volt, ugye maradt a török után 44, amelyik alkalmas volt arra, hogy megyegyülést tartsanak. Akkor a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a cserét 10 000 pengő ráfizetéssel elfogadja, és így 1931 év végétől ez a községháza, és ezt a funkciót tölti be, most megörülünk, hogy szépen felújításra került. A kisszékelyi polgármesteri hivatal udvarának parkosítása maradt még vissza, amit a település közmunka programjában foglalkoztatottak bevonásával valósítanak majd meg.